A hagyományoknak megfelelően idén májusban 14. alkalommal rendezte meg Kemencés és Hagymás Grill Fesztiválját a Walker Kft. A kétnapos rendezvény sorozaton 100 grillrácson és 50 kemencében sütöttek nem csak szakképzett szakácsok, de amatőr vállalkozók is. A cég ügyvezetője az ismert makói gasztroblogger Tótné Libor Máriát azzal a kéréssel kereste meg, hogy ő is mutassa meg, milyen különlegességeket lehet elkészíteni a kültéri fatüzelésű kemencékben. Úgy gondolom, hogy van nekünk egy nagyon jó kemencénk, és Limarát már régóta ismerem. A grillfesztiválokon több alkalommal részt vett és sikeresen, és azért jött ez az ötlet, hogy hát akkor a közönség mentő nagyobb rétege megismerje a kemencét, és megtanulják, hogy hogy kell benne sütni, és különösen, hogy milyen ételeket, finomságokat lehet sütni. Limarának eddig 3 könyve jelent meg. Házi Pékek alapkönyve, Fonom, Finom és Limara a nagyvilágban 72 recepttel a Föld körül címmel. Most azonban újabb ötlettel állt elő a bloggerina, melynek köszönhetően a kemence összes adottságát kihasználja. Eleinte keltésztákat készítettem benne, nagyon jól lehet benne sütni ilyen finom kis falatokat, hagymás pogácsát, vagy bármilyen kis töltelékkel keltésztákat. Többször voltam a Hagymafesztiválon vele, ahol szintén bemutatóztunk, és később kezdtem el benne húsokat sütni, csülköt, egybesült húsokat, kacsacombot, combot, csirkecombot, úgyhogy tényleg nagyon sokszorítően ki lehet használni, és hát az egyik kedvencem a töltött káposzta, ami szintén a kemencébe szoktam sütni. A makói városi televízió stábja a munka folyamatokat rögzítette. Ennek köszönhetően egy 5 részes új főzőműsorral jelentkezünk minden szerda este 18 óra 15 perctől a híradó után. Múlt héten a díjnyertes hagymás pogácsa receptjét mutattuk meg. Ma kenyérlángost fogunk sütni. Készül majd kukoricamálé, csirkecomb gyümölcságyon, és a kemencében sült sülök elkészítésének fortéjait is láthatják.